Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az európai biztonság szempontjából térségünk stabilitása kulcsfontosságú kérdés, ezért hazánk érdekelt a NATO-val és az Európai Unióval való együttműködés elmélyítésében. Az egyre erősödő balkáni migrációs nyomás, valamint a rendőrség megnövekedett nyári feladatai miatt a kormány, például a Magyar Honvédség ismét döntése értelmében a Magyar Honvédség ismét nagyobb létszámmal és teljes képességével vesz részt a határőrizeti feladatokban. Másrésztről a magyar emberek az európai parlamenti választáson arra adtak felhatalmazást, hogy küzdjünk a bevándorlás megállításáért, a nemzetek Európájáért és a keresztény kultúra megvédéséért. Ennek tükrében is szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország védelmi költsége 2024-re a NATO előírásainak megfelelően és elvárásainak megfelelően eléri a hazai GDP 2%-át, de például idén már a védelmi kiadásunk 30%-át azt modernizációra, katonai fejlesztésre fogjuk fordítani. Fontos megjegyezni, hogy jövőre folytatódnak a honvédelmi beruházások, valamint a honvédek életkörülményeit, javadalmazását és társadalmi megbecsülését célzó fejlesztések. Tisztelt képviselőtársak! Magyarország jelenleg a világ egyik legbiztonságosabb országa. Biztonság nélkül nincs gazdasági növekedés, fejlődés, a biztonság kulcsa pedig egy erős honvédségben, a magyar katonák és a magyar honvédség képességeiben rejlenek. Ezen képességeknek legjobb kiaknázása érdekében a Magyar Honvédség költségvetését a kormány 20%-kal emeli meg a 2019. évihez képest. Így a jövő évi honvédelmi büdzsé eléri a 616 milliárd forintot, és ebben a költségvetésben benne van a katonai és politikai szövetségesi feladataink és kötelezettségeink teljesítését megalapozó pénzügyi egyenleg is. Jelen törvényjavaslat célja pedig Magyarország kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a katonai repülés és a légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerése. A NATO légterének szuverenitását, a folyamatos reagálóképességet, a NATO légterét megsértő, ellenséges tevékenységet folytató, vagy repülési szabálysértő repülőeszközök elleni tevékenységet a légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó nemzetek légvédelmi eszközeinek összessége biztosítja a NATO szövetségesi rendszeren belül. Az Európai Unió csak akkor tud erős lenni, ha erős tagállamok alkotják. Békeidőben minden európai NATO tagországnak gondoskodnia kell a nemzeti légtér szuverenitásának saját képességekkel való fenntartásáról, biztosítva ezzel a szükséges készenléti szolgálat ellátását és a rendszer hatékony működését. A NATO integrált légvédelmi és rakétavédelmi rendszerére vonatkozó alapvető NATO szabályokat minden NATO tagállam egyetértésével fogadják el. Szabályai részletesen meghatározzák a légtérsértővel szembeni lehetséges lépéseket. A légtérrendészetben együttműködő két tagállam között szükség van közjogi szintű jogi kapcsolatokra. Tisztelt Országgyűlés! Ez az együttműködés a NATO által elrendelt feladat esetén a NATO döntésekben és szabályokban testesül meg. Mivel a NATO maga nem rendelheti el, hogy egy ország megnyissa a légterét a másik ország légrendészetét ellátó légjárművei előtt, ezért szövetségési elvárás, hogy a szomszédos országok ezt kétoldalú nemzetközi megállapodásban rendezzék. Jelen törvényjavaslat épp ezt a célt szolgálja. A légtérrendészetre vonatkozó szövetségi irányelvek szellemiségére, célkitűzéseire és előírásaira tekintettel hazánk több szomszédos országgal már megállapodott korábban, vagy tárgyalásokat kezdeményezett. 2008-ban lépett hatályba Romániával kötött kétoldalú légtérrendészeti megállapodás. Szlovénia légterének védelmét, mint NATO szövetséges 2014-től az olasz légierő készenléti erőivel közösen látjuk el, kormányközi megállapodás alapján. Szlovákiával a tárgyalások pedig folyamatban vannak. Horvátországgal 2018. szeptemberétől indultak meg az érdemi tárgyalások, és a megállapodás 2019. április 8-án került parafálásra Budapesten.
Az aláírt megállapodás célja az együttműködés fő szabályának meghatározása annak érdekében, hogy a felek javítsák a NATO integrált légvédelmi és rakétavédelmi rendszer keretében tevékenykedő légvédelmi készenléti erők tevékenységének hatékonyságát, valamint további célként emeli ki a légtérrendészeti feladatok végrehajtásával kapcsolatos fő szabályok meghatározását és a személyi állomány képzésének elvi kidolgozását. A szoros nemzetközi együttműködés megmutatkozik abban is, hogy jelenleg nagy láthatóságú gyakorlatsorozatot folytatunk részben Magyarországon, valamint Romániában, Bulgáriában, Szlovéniában, Horvátországban és Észak-Macedóniában. A megállapodás szintén tartalmazza a felek légtérrendészettel kapcsolatos felelősségi köreit, a nemzeti légtér és repülőgépek használatának, a kutatómentő műveletek, légi balesetek kivizsgálásának és a légtérrendészeti feladatot végrehajtó repülőgépek földi és légi kiszolgálásának szabályait, valamint biztosítja a képzési és látogatási lehetőségeket, továbbá kitér a felek közötti kárrendezési szabályokra és információ cserére is. Tisztelt Országgyűlés! Nekünk a magyar emberek biztonsága és azzal összefüggésben a bevándorlás megállítása a legfontosabb feladatunk. A magyar emberek kimondták, hogy olyan európai vezetőket akarnak látni, akik nem szervezni, hanem megállítani akarják a bevándorlást. Biztosíthatom önöket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy megőrizzük európai életmódunkat, a nemzetek függetlenségét és együttműködését, és határaink erős védelmével elősegítsük a keresztény kultúra fennmaradását. Mindezek összességében összeurópai együttműködést, erős szövetséget és bevándorlás ellenes politikusokat kívánnak. Ez a törvényjavaslat ezen szövetségi feladataink maradéktalan ellátását is szolgálja. Magyarország a NATO egyik legmegbízhatóbb tagja, az európai Schengeni határaink legbiztosabb őre. Kérem, hogy a fenti célok megvalósítása és a katonai politikai szövetségesi rendszerünk megerősítése érdekében az előttünk fekvő törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen, elnök úr!